Szevasztos kacok! Újra itt vagyok egy tippeldős videóval. Hétvégén érkezik a UFC 260-as gálája, ahol Dana bácsi megint elkényeztet minket címérkőzések terén, hisz co-main event és main event formájában kapunk egy-egy címérkőzést, amire igazán nem lehet panaszunk. A fight card is elég jónak néz ki. Én ebből a main cardból szeretnék 4 mérkőzést kiemelni, ami szerintem elég ütősre sikerült összehozni Dana bácsinak. Szóval az utolsó 4 mérkőzést fogjuk megnézni a main cardból. Az első olyan párosításunk, amit meg fogunk nézni a main card keretein belül, Thomas Almeida fog ketrecbe lépni 61 kg-ban, Shane O'Malley ellen. Ugye szerintem mindenki számára Shane O'Malley a ismertebb név ebben a párosításban. Shane O'Malley-ről tudni kell, hogy ugye én úgy gondolom, hogy UFC történetében nem sokszor fordul elő, hogy valakit annyira promótálnak, mint mondjuk O'Malley, mondjuk Conor McGregor volt még ilyen, meg mondjuk mostanában Chimaevet próbálta a UFC elég jól promótálni és eléggé pusolni őt a közönségnek, viszont O'Malley sérülés miatt elszenvedte az utolsó mérkőzésén élete első vereségét, így egy 12-1-es mérleggel rendelkezik, még a vele szemben álló Thomas Almeida egy 22-4-es mérleggel rendelkezik. Ahogy gondolom, a UFC egyértelműen ezt egy visszatérő mérkőzésnek próbálja hozni Shane O'Malley számára, hisz az ellenfél Almeida egy 3 meccses vereségi sorozatból jön vissza, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy Almeida elég komoly nevektől kapott ki, köztük van például Cody Garbrandt, Jimmy Rivera, ezektől a srácoktól nem szégyen kikapni. Alapvetően ezt a párosítást szerintem azért hozták létre, hogy Shane O'Malleynek tényleg megcsinálják a visszatérő mérkőzését, és újra visszategyék a hype traint a helyére, hiszen Almeidán biztos, hogy hatalmas nyomás lesz, utolsó 3 mérkőzését elvesztette, ha ezt is elveszíti, akkor egyértelműen el fogják bocsájtani a UFC-től. Ugye O'Malleyt még sose rakták össze egy jó birkózó alapú sráccal, hisz még O'Malleyt nem láttuk igazán a hátán úgy, hogy valaki elég jól kontrollálta volna őt, és ez most se lesz másképp, hisz Almeida egy brazil srác, akinek a stílusa alapvetően ez a tipikus brazil muay thai harcos, szoros, zárt fedezékkel, nem emlékszek, hogy ő nagy takedownokat csinált volna. A Topology olvasói azt mondják, 83%-a, hogy O'Malley fogja megnyerni ezt a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy amúgy O'Malley valóban egy nagyon tehetséges srác, és nagyon jó ütemérzéke van, de egyértelműen őt építi a UFC. Azt mondom erre a mérkőzésre, hogy én is O'Malley tartom esélyesebbnek, de azért én nem látok ekkora különbséget a két harcos között. Ez nagyon fog függni attól, hogy Almeida hogyan fogja kezelni ezt a mentális nyomást, hisz ez most nagyon nagy lehetőség számára, hogy újra visszakerüljön a UFC-be, vagy kirúgják a UFC-ből. Ugye a stílusokról Thomas Almeida is egy állóharcos srác, Shane O'Malley is, O'Malleynek nagyon jó az ütemérzéke, és direkt adtak O'Malleynek szerintem egy állóharcost, nem véletlenül nem rakták össze egy alacsony, tömör, birkózó srác ellen, hisz valószínűleg azt a stílust nem szereti O'Malley. Szóval ezzel a mérkőzéssel én is Sugar O'Malleyvel megyek, szerintem ő fogja hozni ezt a mérkőzést. A következő mérkőzésünk 170 pontban, azaz 77 kg-ban fogják megrendezni. Tyron Woodley fog Vincente Luque ellen bunyózni, egy kis személyes kötődés megint. Vincente általában nálunk szokott edzőtáborozni, de most ugye a Covid időszak alatt elég nehézkes az utazás, és ezt a felkészülését Brazíliában töltött el végig. Vincente már a kezdetektől a Black Zillions-ben edz, olyan nevek mellett, mint Gilbert Burns. Gilbert Burns-el egy nagyon jó barátságot ápolnak, és annyi érdekesség van ebben a párosításban, hogy Tyron Woodley-t Kamaru Usman is, Gilbert Burns is legyőzte, mind a ketten Vincente csapattársai, és én úgy gondolom, hogy ezt a mérkőzést is Vincente fogja hozni. Megnézzük, hogy a Topology olvasói mit mondanak. 81% mondja, hogy Vincente fogja hozni ezt a mérkőzést.
Én úgy gondolom, hogy Woodley-nak már lecsengett az ideje, azért Woodley-ról nem szabad elfelejteni, hogy rettentő robbanékony és nagyon jó birkózó, de az utolsó három mérkőzése vereség volt, és én úgy láttam az ő utolsó három mérkőzési, mintha egyáltalán nem akarnak küzdeni, ezért én úgy gondolom, hogy neki is ez az utolsó lehetőség a UFC-ben, vagy akár a visszavonulás előtt. Egyértelműen Vincentét nagyon kedvelem, például amikor a Wonderboy ellen készült, akkor megkértek engem, hogy próbáljam leutánozni Wonderboy stílusát, és ilyen ugrálós karaté stílusban sparringoltam ellene. Jó sokszor megvert, mert az az én stílusom nem az én stílusom, és nem feküdt nekem, de mindenképpen segítettem neki a felkészülését, sajnos nem jött neki össze az a mérkőzés, viszont azóta visszajött két győzelemmel, és Vincente már abban az Ultimate Fighterben benne volt, amit Kamaru Usman nyert meg, szóval elég régóta a UFC keretein belül van, és általában mindig nagyon jó közönség mérkőzéseket hoz. Ő egy nagyon jó állóharcos, ő is kicsit inkább ilyen Thai box, brazil Muay Thai stílusa van, vele szemben álló Tyron Woodley viszont egy nagyon komoly birkózó háttérrel rendelkezik, de az utolsó mérkőzéséből kiindulva a Woodley-nak olyan, mintha már nem akarna harcolni, nincs meg benne az a tűz, szóval azt mondom, hogy egyértelműen, hogy Vincente fogja hozni ezt a mérkőzést, és neki is szurkolok, hisz ő is a Sanford MMA tagja. De menjünk tovább, és el is érkezünk a est co-main eventjéhez, az én súlycsoportom világbajnoki címmérkőzéséhez 145 fontban, azaz 66 kg-ban fog zajlani. Alexander Volkanovski, a bajnok, próbálja megvédeni a címét Brian Ortega ellen. Ajaj, kacok, egy gyors bejelentkezés. Sajnos nem jön össze mind a négy mérkőzést, amire elmondtam a tippjeimet. Sajnos a 66 kilós címmérkőzés elmaradt, hiszen Alexander Volkanovski pozitívra tesztelt Covidra. Amikor elhagyta Ausztráliát, akkor még negatív volt, amikor megérkezett, akkor is. És most a harmadik tesztje sajnos pozitív lett, ezért eltolják a mérkőzést. Később fogják megrendezni a Brian Ortega elleni címmérkőzést. Nagyon sajnálom, mert nagyon vártam ezt a mérkőzést, ugye a saját súlycsoportomra mindig nagyobb hangsúlyt fektetek, de reméljük, hogy a maradék mérkőzések a gálám kárpótolni fognak minket. És akkor el is érkezünk a király kategóriához, bár szerintem a király kategória 66, 70 és 77 kg, de a nehéz súlyú címmérkőzéshez, ahol Stipe Miocic, a nehéz súlyú bajnok, próbálja megvédeni a címét Francis Ngannou ellen, aki Francis Ngannou ugye a kihívó. Megnézzük gyorsan, hogy a Tapology olvasói mit mondanak. Hopp, itt elég szoros a szavazás, 56%-a mondja azt, hogy Miocic fog nyerni, 44%-a az, hogy Ngannou. Ebben a mérkőzésben tényleg én csak azt látom, hogy Ngannou egyedül a fizikai erejével győzhet egy gyors KO-val. Mondjuk ilyen 1-3 menetig van esélye Ngannounak kiütni Miocicot, és úgy gondolom, hogy leginkább az első menet van erre esélye. Ugye Ngannou egy 4-es nyerési szériában van, Miocic a utolsó két mérkőzését megnyerte. Ugye Ngannou kicsit sűrűbben bunyózik, mint mondjuk Miocic, de ez már a korkülönbség miatt is lehet, hiszen Miocic már 38 éves, Ngannou pedig még 34 éves, szóval egyértelműen ezért tudható be szerintem Miocicnak a kevesebb szereplése, neki több idő kell a regenerációra. A stílusokról egy kicsit. Ngannounak a stílusa egyértelműen egy ilyen vad stílus, aki szórja a bombákat, és az az erőssége, hogy brutális a mekkorát üt. Emlékszünk arra, az egyik kedvencem volt tényleg, amikor Alistair Overeemet kiütött, és azon gondolkoztunk, hogy hova gurult Alistair Overeem feje. Tehát Ngannout nem mondanám olyan nagyon képzett embernek, amúgy már volt rá szerencsém, hogy találkozzak vele, és tényleg hatalmas az ember. Szerintem két fejjel magasabb, mint én, meg hát vagy háromszor akkora, mint én. Az ilyen srácoknak, akik
ők ugye kameruni srác, nagyon brutális genetikája van, és hatalmas fizikai erővel és robbanékonysággal rendelkeznek. Miosic ugye elméletileg ugye ő Horvátországból származik, de amerikai állampolgár, már nagyon régóta itt él Amerikában, de a szülei azt hiszem Horvátországból jöttek ki Amerikába, vagy Horvátországban születtek. Nem tudom, hogy a szülei is kiköltöztek, de azt tudom, hogy Miosic itt nőtt fel. Szerintem Miosicnak a technikai tudása, a skillsetje úgymond sokkal nagyobb, mint mondjuk Miosicnak. Ebben a mérkőzésben tényleg nehéz tippelni, de úgy gondolom, ha az első menetben nem lesz meg egy nagy kiütés, akkor Miosic pontozással hozni fogja ezt a mérkőzést, vagy esetleg kondival meg fogja fogni Nangaut. Szóval erre a mérkőzésre azt mondom, hogy címvédésünk lesz Miosic személyében. Ennyi lett volna a UFC 260-as tippeldős videóm. Kommentben nyugodtan írjátok le ti a véleményetek, hogy ti mit gondoltok a mérkőzésekről, kitartotok esélyesebbnek, és ha szeretnétek valamilyen videót látni tőlem, nyugodtan azt is kommentelhetitek. Amint tudjátok, már láthattátok az Instagramon vagy Facebookon is, hamarosan én is újra visszatérek a ketrecbe. Jeremy Kennedy ellen fogok ketrecbe lépni. Egy 16-2-es mélegű srácról van szó, aki már megfordult a UFC-ben is, pont ő például bunyózott Volkanovski ellen. A UFC-ben is megfordult, a PFL-ben és a Bellator-ban is volt már mérkőzése. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó lehetősége számomra, hogy megméretessem magam. Én kértem a Bellatort, hogy valami nagyobb nevet szeretnék, és egy top bunyót szeretnék magamnak. Hál' Istennek ezt a párosítást sikerült összehozni. Nagyon izgatott vagyok, tök jól megy a felkészülés. Az előző videónk a YouTube csatornámon pont egy napomról szól itt a felkészülés során, szóval ha tetszett, ha kíváncsiak vagytok arra a videóra, nyugodtan meg tudjátok nézni a csatornámon. Ha tetszett a videóm, akkor légy szíves, osszátok meg különböző platformokon, dobjatok egy lájkot, ezzel segítitek a munkásságomat itt a YouTube csatornámon. Ennyi lett volna a mai videó, remélem tetszett, kommenteket ne felejtsétek el, itt a YouTube csatornám alatt is én nézem a kommenteket, szóval dumáljunk nyugodtan a párosításokról, ki mit gondol, és köszi, hogy megnézted a videót, egy hét múlva újra találkozunk, szevasztok! Bam!